Új tagokkal bővült a székelyudvarhelyi Vörösdarabontok csapata. Kiképzésüket, a csapathoz való felzárkóztatást idén, akár csak tavaly, a Magyarországi Hadtörténeti Múzeum munkatársai vállalták. A darabontok köre így az újoncokkal együtt 22 fősre növekedett. Az újonnan érkezőket is beleszámítva, mára már városunk minden középiskolájából vannak önkéntes fiatalok a csapatban. Tegnap már elkezdődött a jelöltek felkészítése, ma a Sanyárház udvarán, akik képzések helyszínén beszéltek az újdonságokról, változásokról, és a néhány nap múlva, pontosabban pénteken délután sorra kerülő, idén első alkalommal jelentkező díszőrségváltásról, ahol már az újoncok is megmutatkozhatnak. A tavaly startolt kezdeményezés egy év alatt igazi sikertörténetet tudhat maga mögött, bár erre maguk az ötletet kezdetektől felkaroló partnerek sem számítottak. Bevallom, hogy nem gondoltam, hogy ilyen érdeklődése tart számon az őrségváltás, és hogy ennyit jelentett. Úgyhogy aki ezt kitalálta, annak minden elismerésem. A vendégeinknek pedig külön köszönöm azt, hogy foglalkoznak ezekkel a fiatalokkal. Látjuk, hogy mennyire komolyan, tehát semmi sincs magától munkanélkül, nem lehet felmutatni eredményt, és ezek a fiatalok tényleg dolgoznak szakszerű vezetés mellett. A kiképzéseknek továbbra is a Sanyárház udvara ad majd helyet, az újoncoknak még bő 2 nap áll rendelkezésükre, hogy elsajátítsák a koreográfiát és megszokják az igen mutatós, ám kissé meleg viseletet. A szűkös idő azonban nem lehet akadály egy olyan darabontnak, aki elhivatottságból jelentkezett a katonáskodásra. Szeretem a történelmet, barátok is benne voltak, jó ötletek láttam, hogy másoknak is példát mutassunk, hogy darabontok legyünk. Kik támogattak ebbe a döntésbe? Testvérem, családtagok, és leginkább saját magamat. A Magyarországról érkező kiképzők ezúttal is szívesen vállalták az újoncok betanítását. Mint mondták, nagyon elégedettek az elmúlt egy év eredményével, sőt, meglepődve tapasztalták, hogy még rutinosabbak lettek a darabontok. Bíztunk benne, hogy az ifjúság megint csak ugyanolyan lesz, mint tavaly. Meglepődtünk, hogy nagyon a Székelyföldön még a tisztelet teljesen más mederbe hömpölyög, mondjuk, mint nálunk. Tegnap megnéztük, hogy mondtuk neki, hogy mutassák be, hogy fönn a várban vajon hogy történik az őrségváltás, és meg voltunk velük elégedve, hogy nem felejtették el, sőt, még rutint is szereztek, amit sokat számít. Az ötletgazda és a kezdeményezést lebonyolító Visus Kulturális Egyesület vezetője Fazakas Szabolcs elmondta, céljuk az, hogy a darabont projekt önállósodjon, így a darabontoknak vezetője, alelnöke, marketingvezetője is van, és már szinte kizárólag maguk intézik a dolgaikat. Jó hír ugyanakkor, hogy a kezdeményezésnek idén is volt támogatója. A polgármesteri hivatal közel 4000 lei támogatást adott, és a Youth Bank is beszállt a díszőrségváltással járó kiadásokban. Az őrségváltást tavaly számos helyen bemutatták, és a tervek szerint idén sem lesz ez másként. A székely támadt várat, annak történetét és a várost hamarosan egy magyarországi településen, pontosabban Dunakeszin egy hadtörténeti fesztiválon népszerűsítik. Idéntől ugyanakkor a látvány mellett szuveníreket, például fából készült játékkardot, hűtőmágnest, kis darabont facipőt és hasonló tárgyakat kínálnak megvételre a darabontok, az így összegyűlt pénzt a csapattagok tovább tanulásának finanszírozására fordítják. Remélik, hogy idén is legalább olyan sikere lesz az attrakciónak, mint tavaly, és arra kérik az udvarhelyi vendéglátókat, hogy segítsék, népszerűsítsék vendégeik körében ezt a készen kapott, az országban egyedülálló eseményt.